A videó támogatója az ebikeshop.hu. Értem én, hogy villanybringa, na de mi hajtja? A pedelek egy ilyen magától értetődő dolognak tűnik. Fölülünk rá, tekerünk, és az elektromotor nyomatéka szépen alánk dolgozik. Viszont azért ennek is megvannak az érdekes műszaki részletei. Azt hihetnénk, hogy a pedelek az egy ilyen modern hóbort, pedig közel sem. Az első szabadalmat Ogden Bolton még 1895-ben jegyezte be. Akkor egy 10 voltos akkumulátorral hajtott, 6 pólusú, kefés, agymotoros biciklit képzelt el. Azóta azért jó sok idő eltelt, és mára a pedelekek szabályzására két egyeduralkodónak mondható megoldás maradt. Az egyik az a sebességszenzor, vagy pedál elfordulás szenzor, a másik pedig a nyomatékszenzor. A sebességszenzoros megoldás alapja az a pedáltengerre rögzülő műanyag tárcsa, aminek a peremében 12 apró mágnes van. Ezeknek a mágneseknek az elmozdulását egy haljeladó figyeli, és az elektronika ebből számítja ki, hogy mikor kell áramot adni a motorra, mikor van szükségünk rásegítésre. Most ezzel az a probléma, hogy ez csak a pedál elfordulását figyeli, nem pedig azt, hogy mekkor erővel nyomjuk le. Így lehetőségünk van kvázi csalni, hiszen elég csak a levegőben forgatni a pedált, nem kell a láncra nyomatékot kifejtenünk, az elektromotor arrébb visz, kvázi utaztat. És hát az is probléma, hogy ugye ebből léteznek olyan változatok is, aminek nem ennyire sűrű a mágnesezettsége, hanem mondjuk csak 3 darab mágnes van a teljes körében, ezért az ember, amikor elindul vele, akkor hullámokban érkezik a nyomaték, és így bólogat az első pár méteren. Ilyennel szerelt biciklit, tehát sebességszenzoros biciklit már akár 300 ezer forintért is kaphatunk, de pont ez a megoldás egyik előnye, hogy olcsó. A hátránya, az pedig, ami előbb elhangzott, nem olyan precíz és nem olyan finom. Viszont napjainkra a legelterjedtebb megoldás a nyomatékszenzor. Ez nem csak a pedáltengely elfordulását, de a lábunk által kifejtett nyomatékot is figyelembe veszi, és ennek függvényében állítja a rásegítést az előre megadott értékek alapján. Ez azért jó, mert nagyon precíz vezérlésre képes, mára már csak a programozáson múlik, hogy hogy akarjuk őket használni. Például olyan is van, hogy figyelembe veszi, hogy a pedál ív alatt a lábunk hol fejt ki kisebb erőt, mert ugye nem egyenletes az erőleadás, és ott egész egyszerűen kipótolja az ember erejét, emiatt egyenletes a haladás. A megoldás hátránya, hogy nyomatékszenzoros bringát inkább 500 000 forint fölött fogunk csak találni. Alapvetően mindegy, hogy melyik megoldással szerelt bringát választjuk, a lényeg az, hogy egy rendes pedelek, az kizárólag akkor segít, akkor dolgozik, hogyha mi is tekerjük a pedált, épp ezért a gázkoros megoldások kiesnek, és hát az is sokat mondó, hogy az állami támogatásokat is úgy írják ki, hogy vagy sebességszenzoros, vagy nyomatékszenzoros bringát kell venni a pénzből. A motorok beépítésére sem csak egy megoldást ismer az ipar. Az olcsó bringáknál még mindig előfordul az első vagy hátsó agymotor, de előszeretettel alkalmazzák országúti pedelekeknél is, hiszen ott még mindig fokozottan számít a súly. Viszont mindenhol máshol lassan egyeduralkodónak mondható a középmotor. Ez középen a pedáltengely körül épül be, és nagyon kompakt tud lenni, és le tudjuk tenni a bicikli súlypontját alacsonyra. Nem mellesleg, hogyha mondjuk ösztelóst építünk, és ezt az építésmódot választjuk, akkor csökken a rugózatlan tömeg. És nem csak a motor beépítésére, de az akkumulátorra is több verzió létezik. Itt van például ez a speci levó, ennek integrálták az alsó vászcsövébe az akkumulátort. De itt van például ez a KTM túrabringa, itt az akkumulátor könnyen kiemelhető, hogy föl tudjuk vinni mondjuk egy túra után a szállásra tölteni. Aztán itt van ez a városi rohangálós gép, ahol egyszerűen elhelyezték itt a csomagtartónál. Természetesen a pedelek az akkor is használható marad, hogyha pont lemerül az akkumulátor, ilyenkor egy kifejezetten nehéz, hagyományos bicikliként mennek tovább, viszont vannak olyan modellek, melyeknek a motorjainak kifejezetten nagy a belső ellenállása, ilyenkor még ezt is le kell küzdeni. Mostanra a pedelekek többségében lítium-ion, nikkel-metálhibrid vagy nikkel-kadmium akkumulátorokat találhatunk, és az is elmondható, hogy a nagy átlag extrém példáktól eltekintve valahol 300 és 600 wattóra közti kapacitással érhetőek el. Viszont a leggyakoribb kérdés, hogy de meddig megy a pedelek? Na ez az a kérdés, amire nem lehet konkrét választ adni, ugyanis függ a terepviszonyoktól, a bringás fizikumától, függ attól, hogy milyen guminyomással megyünk, milyen áttételt választunk, mekkora a szél, mekkora a hőmérséklet. Viszont például a Boschnak van egy remek netes alkalmazása, ahol minden általunk ismert paramétert meg tudunk adni, és nagy pontossággal megtippeli azt, hogy mennyit tudunk majd elmenni az adott pedelekkel. A pedelek is csak olyan, mint a hagyományos biciklik, azaz azzal tehetjük a legtöbbet az élettartamáért, hogyha ésszerűen használjuk.
például nem kell mindenhova a legkeményebb rásegítési móddal menni, mert azzal kimélhetjük a láncot, a csoportkereket, de még a rasni mechanikát is. Aztán az akkumulátornál is megvan az a páratlóság, amire érdemes odafigyelni. Például ne tegyük el mélymerült állapotban, ne tegyük el feltöltve. Nem érdemes kint hagyni a napon, ahogy az sem nagyon jó neki, hogyha szezon végén behajítjuk a hideg pincébe, és csak tavasszal vesszük elő. Az akkumulátornak összességében az a legjobb, hogyha használjuk, és hát nekünk is.